A kecske, a káposzta, a farkas és a gazda játék megépítése. 8. rész, a játék összeszerelése. Most elkezdjük összerakni az elektronikánkat. Megérkezett a nyák a nyákgyártótól, megérkeztek az alkatrészek a beszállítóktól, és utána beültetjük a nyákot, és amikor ezzel kész vagyunk, akkor utána le fogjuk mérni, hogy tényleg úgy működik-e, hogy mi azt szeretnénk. Elkészültünk a nyák beültetésével, ilyen lett. Nagyjából olyan, mint ahogy megterveztük. És akkor most ki kell próbálni, a puding próbáját, hogy megesszük. Most a próba az egy labortápegységet fogunk használni, nem azt a tápot, amivel eredetleg terveztük. Ennek az az ok, hogy ki kell próbálni, hogy működik-e kisebb feszültséggel is, mint a 12 volt. Csatlakoztatjuk a tápot, de nem ide, hanem ide. Tehát tudjuk a kapcsolásból, hogy itt az ellenállások bal oldalán van egy mínusz. A diódárnál csatlakoztatunk egy pluszt. Beállítottuk a tápegységet 12 voltra. És akkor látjuk, hogy a gazda, a kecske, a farkas és a káposzta is most ide át van. Megnézzük, hogy mi történik, hogyha a gazdát berakjuk a hajóba és átküldjük a túlpartra. Látjuk, hogy kigyullad a hibalámpa, hiszen mind a kecske, mind a farkas, mind a káposzta a gazda nélkül itt maradt. Visszahozzuk a gazdát, megnézzük, hogy mit történik, hogy átvisszük a kecskét. Látjuk, hogy a kecske átment a túloldalra, hibánk nincsen. Visszahozzuk a gazdát. Megpróbáljuk átvinni a farkast is. Farkas is átment. Gazdát visszahozzuk, ugye hibába kerültünk. És akkor megnézzük, hogy át tudjuk-e vinni a káposztát, és káposztát is át tudtuk vinni. Alapvetően a kapcsolásunk tehát működik. Most ki kell próbálnunk, hogy a tervezési 10,9 voltos feszültségen is működik-e a kapcsolás. Beállítunk a tápegységen 10,9 voltot, mint legkisebb feszültség, amire a méretezést elvégeztük. Tápegységen betöltöttük a 10,9 voltot, és ugyanígy kipróbáljuk. Gazda átment, piros LED világít. Gazda kecske átment. Gazdát visszahozzuk. Farkast átvittük. Teljesen jól működik még mindig. Gazda visszajön, és átvisszük a káposztát is. Tehát látjuk, hogy 10,9 volton is működik a kapcsolásunk, tehát ez úgy tűnik, hogy eddig nagyot nem hibáztunk.